Szeretettel köszöntjük vendégeinket a mai Benczúr utcai beszélgetésekben, amely a COVID-19-ről fog szólni. Mészáros Kornélt, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkárát, és dr. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatóját. Rögtön szeretném, hogy ott kezdjük, ahol most tartunk. A járvány természetesen mindegyikünk életét megváltoztatta, de most ebben a helyzetben a legtöbb kérdés számunkra, itt élő emberek számára a vakcina veti föl. Felvegyük a vakcinát, ne vegyük fel, mikor vegyük fel, mikor ne vegyük fel, melyik vakcinát kérjük, melyik vakcinával éljünk. Először, Sándor, téged hadd kérdezzünk erről. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy a gyors válasz és a fontos válasz az, hogy fontos az, hogy éljünk az oltás lehetőségével. Fontos az, hogy egyrészt ezt a szándékunkat ugye a regisztrációval tudjuk kinyilvánítani, tehát aki még nem tette meg, azt mindenképpen bátorítom arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Hogyha felmerül az, hogy melyik vakcinát igen, válasszak-e, hogyan válasszak, én teljesen egyetértek egyébként a Magyar Orvosi Kamara elnökének a reakciójával, aki úgy fogalmazott arra a kérdést, hogy melyik a legjobb vakcina, az, amit beadtak. Ez egy nagyon helyes megközelítés. Nem kell azon lamentálni, gondolkodni különösebben, hogy melyik vakcina hatásossága jobb esetleg néhány százalékkal, az egyik magasabb, az egyik 95, a másik 93%-os. Ez nem jelent a mi mindennapjaink szempontjából különbséget. Néhány apró különbség van a vakcinák között, és néhány esetben előfordul bizonyos korcsoportban, bizonyos betegségtípusok esetén nem ajánlják jelen pillanatban egyik-másik vakcinát. De ez nem a mi dolgunk, hogy erről döntést hozzunk. Ezt megteszik a hatóságokon belül működő orvoscsoportok, szakemberek, és a kezelőorvos végső felelőssége az, hogy egy adott embernél, nálam például, vagy nálad, bármelyikünknél, melyik lesz az a vakcina, ami használható, vagy amelyik nem használható. Tehát én mindenkit arra bátorítok, hogy élni kell a védőoltással, életkortól, betegségektől, félelmeinktől és hiedelmeinktől függetlenül. Ez pedig azért fontos, mert ha én megkapom az oltást, megkapom a mind a két oltást, megfelelő idővel később, 7 nap, 10 nappal később kialakul a védettség egy elég erős foka, ami nem 100%-os, de a jelenlegi ismeretek szerint azt tudjuk mondani, hogy aki ezt a védőoltást megkapja, minimális eséllyel betegszik meg megfertőződés esetén, és hogyha el is kezdene szaporodni a megfertőződés kapcsán a kórokozó a szervezetébe, akkor az immunrendszere teljesen máshogy reagál. Már ismerősként egy felkészültebb állapotban reagál erre a szervezet, és éppen ezért nem alakul ki súlyos betegség, és ami nagyon fontos, hogy az intenzív terápia, a lélegeztetés és pláne az elhalálozás elkerülhető a védőoltással, mint eddig egyetlen lehetőség. Az egyház vezetés hogy áll ehhez a kérdéshez? Kornél, téged kérdezlek, hogy a testvérek, akikben esetleg szintén sok-sok kérdés felmerül, esetenként benneteket is megkeresnek, mit tudtok nekik mondani, mire bátorítjátok őket? Nagyon röviden és egyszerűen arra bátorítjuk, hogy éljenek a lehetőséggel. Vannak nagyon sokakban olyan gondolatok, amiket még talán ilyen kegyes maszlakként is, bocsánat a kifejezésért, használnak, hogy nem baj, ha megfertőződöm, hiszen úgyis az Úrhoz szeretnék jutni. És azt tapasztaljuk, hogy az idősek között van néha egy ilyenfajta bátorság, hogy ő nem fél a haláltól és egyébtől. De mennyire vagyunk felelősek önmagunkért és egymásért? Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ő már nem bánja, ha meghal, lehet, hogy érdemes lenne elbeszélgetni olyanokkal, akik vagy dolgoznak olyan intenzív osztályokon, ahol COVID-fertőzöttek
ről gondoskodnak, vagy éppen az ő haláltusájukat látják, vagy olyanokkal, akik ott átélték ezt a nehéz betegséget, akkor másként gondolkodnának. Tehát a felelősségérzetet szeretnénk fölébreszteni a testvérekben, hogy az én hitem az az én dolgom, de a kapcsolataimban hogy tudok hatni a másikra, és ugyanez a védekezésnek a fegyelmezettségében is föllelhető néha, hogy nem félek én, hát miért hordjak maszkot? Hát azért, mert nem csak magamról van szó, hanem a testvéremről is. Ezért az egyház által készített maszkra ezt a feliratot írtuk, hogy felelősséggel egymásért. Magamért és a másikért is felelős vagyok. Ezt próbáljuk hangsúlyozni. Sok idős elment ebben az időszakban, és a hozzátartozók a legtöbbször azt élték meg nagyon nehezen, hogy az utolsó napokban egyáltalán nem találkozhattak velük, gyakorlatilag nem köszönhettek el egymástól. Azt persze nem tudjuk, hogy az idős ember, az idős testvér ezt hogy élte meg bent a kórházban, elszigeteltségében, hitétől, személyiségi erősségeitől függően. De amire te is utaltál, hogy másokra is kell ebben a helyzetben gondolnunk. Ehhez kapcsolódva azt szeretném kérdezni, hogy amikor azt mondhatja valaki, amire Sándor, te utaltál, hogy egy 7-10 nap után alakulhat ki egy védettség, ami még akkor sem feltétlenül 100%-os, de ha ki is alakul, mire vigyázzon mégis, még azután is az ember? Mi az, amit neki akkor is be kell tartani, hogyha ő védett? Ugyanazokat az óvintézkedéseket, járványügyi intézkedéseket kell alkalmazni, mint az oltás előtt. Ugyanis nincs bizonyíték, nem áll rendelkezésre tapasztalat hosszú távon, hosszú hónapokkal, vagy esetleg egy-két évvel az oltás beadása után, hogy mi történik, meddig véd az oltás. Mennyire tudja megoldani maradéktalanul azt a célkitűzést, hogy nem lesz fertőző, aki oltásban részesült. Ezeket nem tudjuk még biztosan maradéktalanul, éppen ezért az a legbiztonságosabb a magunk, és elsősorban ebben a helyzetben már talán inkább a környezetünk szempontjából is, hogy ezeket az intézkedéseket ugyanúgy gyakoroljuk, mint előtte. Tehát a maszkhordás, távolságtartás, kézfertőtlenítés, akár cipőfertőtlenítés, tehát hogy ezeket mind ugyanúgy tegye továbbra is az, aki már védett. Így van. A gyülekezetekben természetesen mindenki azt várja, hogy mikor lehetünk majd újra ugyanúgy együtt, ahogy a pandémia járvány előtt. Egyáltalán az is persze nagy kérdés, hogy lehetünk-e teljesen ugyanúgy együtt, egymással ugyanúgy kezet fogva, egymást ugyanúgy megölelve. Te hogy látod, mint aki azért sok gyülekezetet látogatsz, monitorozol, figyelsz, hogy mit mondasz, mit mondanál a gyülekezeteknek, a testvériségnek, hogy mire készüljenek, hogy gondolkodjanak? Pál apostol korában volt az egyik gyülekezetben sok kérdés, hogy mit szabad enni, vagy mit nem szabad. Melyik napot kell betartani, vagy megkülönböztetni a másiktól. Az egyik így gondolta, a másik úgy gondolta. Ezek nem annyira fontos kérdések voltak, de az apostol nagyon egyértelművé teszi, hogy tiszteljük egymásban azt, hogy a másik másként gondolkodik, akár ilyen hittel kapcsolatos kérdésekben. Itt nem erről van szó, itt sokkal szigorúbb a helyzet. Emlékszem még a pandémia előtt, amikor valaki már hallva az olaszországi fertőzöttségről, azt mondta, hogy ő nem fog kezet senkivel, mert óvatos. Volt, aki nagyon csúnyán nézett rá, és azt mondta, hogy mit képzelsz te magadról. Hát neki a lelkiismerete akkor az diktálta, és én ezt tanulgattam ebben a történetben, hogy egymásra tekintettel lenni. A hitben erőtelen nem eszik húst, vagy
Itt nem a hit kérdése, de hogy az én számomra Isten mit tett fontossá a testvéreimért való felelősségérzetben, egyébben. Azt hiszem, hogy ugyanez jelenik majd meg, amikor lecsengőben lesz, nem tudjuk mikor a járvány. Hogy lesznek, akik még úgy érzik, hogy sokkal jobban oda kell figyelni. És lesznek, akik sokkal bátrabbak, lesznek vakmerőek. Most is vannak ilyenek. Nagyon fontos lenne, hogy az én szabadságom ne korlátozza a másik szabadságát. Tehát én ne kényszerítsem a másikra. És a gyülekezetekben azt hiszem, hogy ebből voltak, és akár lehetnek is feszültségek, és erre szeretném, vagy szeretnénk bátorítani a testvéreket, hogy ahogy tiszteletben tartjuk egymásnak sokféle területen a véleményét, ebben járjunk együtt, és engedjük, hogy a másik maszkban jöjjön, amikor már lehet, hogy a gyülekezetnek csak egy harmada jön, mert már nem lesz előírás, de valakik számára ez még fontos, hogy valaki ne fogjon kezet, hanem ebben legyen tartózkodó. Nem fogjuk az áldott legyen a Fritz kezdetű éneket a gyülekezetre kényszeríteni, hogy kezet fogjunk, de lehet, hogy valakik megfoghatják egymás kezét az ének közben. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, szerintem soha nem lesz már olyan a gyülekezeti élet, mint előbb volt. Mert hogy átestünk egy olyan megpróbáltatáson, amiből már ennek a hatásaival jövünk ki. De a legfontosabb, hogy szeretve egymást a közösségben, tisztelve egymást, megbecsülve, ne véleményt mondjunk a másikról, hanem bátorítsuk, segítsük. És én ezt érzem egy nagyon fontos lelki kérdésnek, hogy tudjuk azt a fajta testvéri közösséget építeni, amiben a különböző gondolkodásúak nem gyengítik, hanem erősítik a közösségi életet. Ha jól értem a szavaidat, akkor ezt tulajdonképpen már most el kell kezdeni, ezt a felkészítést a lelki pásztoroknak? Én azt gondolom, hogy föltétlen, hiszen reménykedünk abban, hallottunk olyat, hogy húsvétra a regisztráltaknak az átoltása megtörténik, vagy legalábbis az első vakcina felvétel. Aztán azt is reméljük, hogy egyre gyorsabban azért visszatérhetünk valamilyen szinten a normális kerékvágásba. Gyülekezetek, sok gyülekezet elkezdte már az újranyitásnak az előkészítését, hiszen itt nem csak ezek a kérdések, hogy a fertőzésnek a hatásairól hogy gondolkodunk, hanem a misszióról, a szolgálatról, a közösségi életről, a küldetésünkről, és ilyen szempontból ebből a kicsit bénult helyzetből ki kell majd törni. Ezzel a plusz tapasztalattal. Akkor sok tanulnivaló vár ránk, az egész biztos, és milyen időtartamra számíthatunk, Sándor, szerinted, mint egészségügyi szakember szerint, ami megadatik nekünk még a tanulásra? Magyarul máshogy fogalmazva, hogy mikorra várható az, hogy már sokkal szabadabban, természetesen bizonyos szabályokat betartva találkozhatnak a hívő testvérek egymással a gyülekezetben, az imaházban vagy a templomokban, és folytathatják most már fizikai együttlétben is a közösséget. Szerintem kétféleképpen érdemes ezt megközelíteni. Az egyik, hogy mikor tér vissza az a visszavárt szabadság, ami a pandémia előtt volt. Arra lehet, hogy úgy kell válaszolni, hogy nem tudom, vagy lehet, hogy sosem. Reméljük, hogy nem így lesz ez, és reméljük azt is, hogy ha bár az a feltételezés van inkább most, hogy ez a vírus ez velünk marad, ez a kórokozó ez velünk marad, viszont hogyha sikerül az úgynevezett nyáj immunitást elérni, egyrészt leginkább azzal, hogy az oltást kellő létszámban felveszik az emberek, és ez azt jelenti, hogy,
hogy a lakosság körülbelül 60%-ának legalább a védettségét biztosítani kell. Ugye szerencsésebb, hogyha ez az oltás útján valósul meg, és nem a betegség útján. Akkor biztos, hogy lesz lehetőség nyitásra. A másik típusú válasz pedig az, hogy ez nagyon egyéni, azt gondolom, hogy gyülekezetenként nagyon különböző lehet. Tehát egy nagy gyülekezetben, egy nagy gyülekezeti térben néhány embernek az ott tartózkodása már talán most is megvalósítható, ahol kellő távolságot lehet biztosítani, és azok mennek, akik esetleg saját élethelyzetükből, egészségükből fakadóan megengedik maguknak ezt a lehetőséget. De természetesen emellett azt gondolom, hogy egy jó hosszú ideig velünk lesz az a szükség, ami most kötelező szükséglet, hogy valamiféle online platformon keresztül zajlanak a gyülekezeti alkalmak, legyen az biblióra vagy istentisztelet. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ezeket a technikai megoldásokat fenntartjuk jóval hosszabb ideig, éppen azért, hogy megadjuk azt a lehetőséget és szabadságot mindenkinek, hogyha valaki óvatosabb, de a technika rendelkezésre áll, akkor pusztán ettől ne legyen elszakítva a gyülekezeti közösségtől. Ezeket a platformokat korábban nem nagyon használtuk, vagy legalábbis nem ilyen módon használtuk. Azt hiszem, hogy ezek velünk maradnak hosszabb ideig. Az egyház is anyagiakkal támogatta a gyülekezeteket ebben az időszakban, hogy azokat az eszközöket beszerezhessék, megvásárolhassák, ami lehetővé teszi a gyülekezeti közösség megélését online módon. Kornél, te már említetted, hogy itt meg kell tanulnunk majd mindegyikünknek a nagyobb fokú egymásra figyelést is a közösségi életben, a gyülekezeti közösségben, de említetted a missziót is. Hogyha arra gondolsz, akkor te hogy látod a jövőt? Mi az, amit újra kell gondolni, vagy amin érdemes jobban gondolkodni a gyülekezeteknek, mind abban a helyzetben, ami így adódott nekünk? Nehéz kérdést teszel föl, hiszen a misszió az egy óriási terület, amiben igyekszünk részt venni, és alapesetben is bizonyos szempontból nagyon egyszerű, hiszen azt mondjuk, hogy Isten vezet minket és ad ötleteket, Pál apostolékat is, a Szentlélek, Jézus hogy vezette, hogy adott akadályokat időnként, hogy mikor merre menjenek vagy ne menjenek. Én azt gondolom, rengeteg általános üzenete van az igének, amik ugyanúgy fönnmaradtak. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket, aztán tanítva. Ez nagyon egyértelmű. A formákban kell inkább választanunk talán új formákat, hogy tudunk elérni embereket. Viszont úgy érzem, hogy a korlát, ez a mostani időszak is lehetőség. Néha szemérmesek vagyunk, de vannak, akik nem, azzal, hogy megosszunk akár gyülekezeti online közvetítéseket azokkal az ismerőseinkkel, akik egyébként lehet, hogy nem jönnének el a gyülekezetbe, de titkon benézhetnek egy-egy gyülekezeti istentiszteletbe. Volt olyan ismerősöm, kórházban voltam évekkel ezelőtt, többször is, és többeket Facebookon ismerősnek jelöltem be, és velük megosztottam akár a mi Isten tiszteleteinket, és mondom, nézzél bele, nem jönnél el, tudom, de hogy mi is történik. És hiszem azt, hogy az ígéről az a prófétai üzenet, amit Isten szavaként mond el Ézsaiás, hogy nem tér vissza üresen, hogy most az online térben rengeteg íge van kint. Hogy ezeknek a hatásait hogy tudjuk majd nem betakarítani, hanem megöntözni. És talán ezért lenne fontos, hogy az a sok-sok íge, amit megosztanak ismerőseikkel az emberek különböző felületeken, ezeket ne engedjük elveszni. Még egy kicsit érintettebbek vagyunk a vírustól. Még egy kicsit félnek az emberek. Ha elmúlik a veszély, akkor már nem tudjuk ezt a
lélektani pillanatot, vagy ezt az Úrtól kapott időt kihasználni, amikor félnek az emberek. Pedig ilyenkor lenne szükség igazán a kapaszkodóra. És a bátorság, a vakmerőség, engem semmi nem érdekel. Én azt tanulgattam most ebben az időben Jakabi feltételt, hogy most nem olyan egyszerűen mondjuk, hogy elmegyek ide vagy oda. Ha az Úr akarja, és élek, akkor. Hogy ha az ember újra a saját lábára áll, és ő hozhat döntéseket, sokkal bátrabb. Ha tudja, hogy valakitől függ, és akár egy vírustól. Még az elején nézegettem, hogy a koronavírus mérete talán 0,1 mikron körüli. Egy fölfoghatatlanul pici kis semmi. De mekkora hatással van az egész világra ez a pici. Hogy ha Isten igéje, ami nagyon erős és hatalmas, elér bennünket. És még ez a gondolat volt nagyon bennem az előbb, ahogy Sándort hallgattam a vakcináról, hogy ha a vakcina meg tudja tanítani a szervezetet, hogy a később érkező fertőzést ismerje már, és tudjon vele szemben védekezni. Hát Isten igéje, ha belénk van oltva, akkor hogy meg tud tanítani a bűn felismerésére, és hogy azzal szemben védekezzünk. Hogy ebben az időszakban beszélhetünk bűnről, kegyelemről, és azt gondolom, hogy a gyülekezeteknek ki kell lépni azokra a felületekre, ahová most lehet, most az online térben kellene terjeszteni az evangéliumot, aztán hívogatni, de mindig, és itt is tiszteletben tartva az embereket, a félelmeiket, vagy az Úrra utaltságukat. Tehát ne olyan alkalmakat hirdessünk, amelyekben megalázzuk azt, akiben még félelem van, hanem sokkal inkább a bátorítás, az örömhírnek a hirdetése legyen a középpontban. Mivel az evangélium örömhír is, és hiszük mindannyian, hogy nagyobb járvány, mint a COVID-19, csak egy pozitívabb. Nagyon köszönjük nektek, Kornél Sándor, a beszélgetést, a gondolatokat, a hiteteket. Isten áldjon benneteket is. Köszönjük szépen. Köszönjük.